Nicolet, azt hiszem ez elég gól szegény mérkőzésnek indult, de aztán belelendültetek a végére, és ugye meglett a Hőnájtot idén 5. győzelem, amivel valószínűleg előrébb léptek a táblázaton. Milyen volt ez a meccs belülről, hiszen az első fél időre azt lehet mondani, hogy szinte idegeskedésen kívül más nem nagyon látszódott rajtatok. Igen, az első fél időben igen, elég idegeskedtünk, meg izgultunk, hogy a hazai pályán játszhatunk ismételten másodjára ebbe az új csarnokba, és nagyon szerettünk volna jó teljesítményt mutatni a nézőknek, a kedvesnek, akik kijöttek és megnéztek minket és drukkoltak nekünk. Ez valószínűleg ez játszott közre az első fél időben, plusz az, hogy sok sérültünk van, ugye szerintem kb. Nincs ugyanaz a keret, Minden meccsre más keret jön le, éppen aki felépül a sérülésbe, vagy éppen sérül, és mindig új ember játszik egymás mellett, úgyhogy nem túl unalmas így a meccs, szóval mindig éppen más van mellettünk. Szerintem ez lehetett érezni az első fél időben, de szerencsére ezen át tudtunk lendülni a másodikra. Igen, és ugye ki kell emelni, hogy amellett, hogy ti elől egyre jobban belelendültetek, ugye a kapus teljesítmények is lehet azt mondani, hogy egy darabig hátul tartották a csapatban a lelket. Igen. Én is azt vettem észre, hogy amikor kicsikét gyengébben védekeztünk, akkor a kapusok nagyon sokat segítettek, adták az erőt nekünk, hogy összeszedjük magunkat, és aztán szerencsére a védekezésünk feljavult a kapus teljesítményhez, és így össze tudtuk rakni a védekezést. Végig nagyon jól játszott, és sokat voltál a pályán, hiszen ugye, ahogy mondtad, kevesen vagytok. Mennyire lehet ezt neked megítélni, hogy mennyit szoktál játszani, és ahhoz képest hogy lehet bírni ezt, mert elég nagy tempó volt a mérkőzésem. Hát általában hasonló játékidőket szoktam játszani. Nyilván, hogyha amikor többen vagyunk éppen a meccseken, akkor könnyebb forgatni a csapatot, és több pihenőidőt kap az ember. Elég nehéz. Én személyem szerint nem fizikálisan szoktam elfeledni, inkább fejbe szoktam. Most én sérült voltam, most jöttem vissza egy új törésből, úgyhogy nekem pont most fordítva volt, és nem fejbe fáradtam, hanem fizikálisan egy picit, de ilyenkor igazából agyba dől el, hogy mennyire akar az ember, és akkor át kell lendülni a holtponton. Még egy utolsó kérdés hozzád. Említetted a beszélgetés elején, hogy új csarnok, új otthon. Második meccsetek volt, második meccseteket nyertétek, úgymond most már a hazai pályán, hiszen ez marad a saját csarnokotok. Mennyire szoktátok már meg, hiszen teljesen más a világítás, teljesen más a padló, minden más. Szerintem kijelentettem azt, hogy nagyon szeretjük, mert ugye nagyobb, több néző fér be. Szerintem nagyon megszerettük és megszoktuk azt, hogy jó a légkör is, ugye szerintem nincs már vele probléma, úgyhogy minden rendben van vele. Jó, köszönöm szépen még egyszer, és gratulálok a mérkőzésen nyújtott teljesítményedhez. Ugye második mérkőzés az új otthonban, és a második győzelem, sőt, azt kell mondjam, hogy ugye a tabellára nézek, akkor végre átlendült a Dunakeszi pozitívba, és ugye ez már az 5. győzelem volt, tehát a legjobb 5 között vagytok már a bajnokságban, ami ugye, ahogy elindult az egész, azért nem tudom, számítottatok erre. Én azt gondolom, hogy a lányok tehetségét, meg edzésmunkáját tekintve igen, én számítottam arra, hogy ezt a pozíciót elérhetik. Ez annak fényében egy nagyon nagy eredmény, ahol most tartunk, hogy hány sérültünk van. Jelen pillanatban is 6-7 sérülttel dolgozunk. Különböző problémák miatt egy csomó játékosunk nem tud részt venni az edzésen vagy a mérkőzéseken. Tehát ennek ellenére én ezt egy nagyon nagy eredménynek tartom, hogy itt vagyunk, de ez a lányok eredménye és az ő munkájuk érdeme. Ugye ahogy a mérkőzés kezdődött, hát lehetett izgulni, mert a kapusokon kívül túl nagy dicséretet senki nem kaphatott ezen a mérkőzésen. Talán egészen az első fél idő utolsó 5 percéig. Igen, ebben lehet, hogy én is hibás voltam. Próbáltam a csapatjátékát amennyire csak lehet visszafogni, lassítani. Gondolván arra, hogy a kispadunk nem túl hosszú, nagyon sok a sérült, illetve az ellenfelünk egy viszonylag gyors csapat. Úgyhogy én kértem a lányokat, hogy amennyire lehet hosszú lefolyású támadásokat vigyenek végig. Arra azért nem gondoltam, hogy 3-4 passz után a játékvezetők passzív játékot ítélnek. De mindkét oldalom. Igen. Nem tudom, hogy nem szóltak nekik, hogy ez egy MB2-es női mérkőzés, vagy mi lehetett a probléma. Azt gondolom, hogy egy Veszprém nem tud ennyi idő alatt komoly veszélyt jelenteni egy-két kapura. Úgyhogy egy picit ezt én erősnek éreztem, főleg ebben a mezőnyben. Ugye a végére simának tűnhet a mérkőzés, bár ugye 2 perc a vége előtt 2-re följött az ellenfél és támadhatott, tehát azért maradt izgalom. Ilyenkor gyors döntéseket kell hozni a kispadon.
Most mi volt a csodafegyver, amivel végül is aztán a plusz kettőből plusz négy lett a végére? Azt gondolom, hogyha így magamra szeretném irányítani a fényt, akkor azt mondanám, hogy igen, gyors döntéseket kell hozni, de igazániból nem. Végig vezettünk ezen a mérkőzésen. A lányoknál volt úgy, az az úgynevezett lelki előny, amivel ezt a végjátékot meg tudják nyerni, és most már szerintem bíznak magukban annyira, hogy higgadtan, jól játszva egy-egy ilyen végjátékot a magunk javára tudunk fordítani. Ez a mai mérkőzésen is látszódott. Itt már nagyon keveset tud egy edző belenyúlni, egy-egy alapjátékot be tudok mondani, hogy azt kezdjük el játszani, de ilyenkor már végjátékban nagyon ritkán szoktunk akár védekezési felállást, vagy támadási felállást váltani. István, gratulálok még egyszer a csapat teljesítményéhez. Ugye, ahogy az évet kezdtétek, ugye azt mondtad, hogy a tavalyihoz képest mindenképpen lépjetek előre, mint játékban, mint pedig pontokban, helyezésben. Ez eddig azt hiszem tökéletesen megvalósul. Köszönöm szépen. Én is így érzem, hogy sikerült egy kicsit előre lépnünk, de még azért ennek a bajnokságnak nincs vége. Előttünk van két mérkőzés, ami elé nagy reményekkel tekint. Már bocsánat, az őszi szezon. Igen. Nem a bajnokságnak, a bajnokság őszi felének, ugye? Úgyhogy úgy szeretnénk elmenni karácsonyozni, hogy a lehető legtöbb pontot szerezzük. Nekünk ez lenne a legnagyobb ajándék. Jó, hát kívánjuk, hogy a Jézuska hozzon még két győzelmet a fátok alá, és akkor úgy induljunk neki. Köszönöm. Jézuskának, köszönöm szépen. Köszönjük.